Engedelmükkel, kedves nézők, akkor folytatjuk a beszélgetést Nyári Gáborral. És hát a múlt adásban eljutottunk nagyjából, megint csak azt tudom mondani, a teljesség igénye nélkül, 1989-ig, és ha jól emlékszem, akkor valami olyasmit mondtam, hogy akkor Németh Miklós lett az új kormányfő, és akkor eljutunk 1989 mondjuk januárjáig, és jönnek az események. Most hirtelen nyilván, ami eszembe jut, Pozsgai Imre, ugye a múlt adásban már említetted 56-ot, szóval az ő nyilatkozata például az akkori 168 órában, de aztán a Magyar Demokrata Fórum, és említhetném még meg a Kereszténydemokrata Néppártot, szóval csak úgy, mint a 89-et megelőző időben, amikor megalakultak a pártok, a fiatalok, idősebbek egyaránt, itt is megint volt egy csomó olyan átmenet, beleértve még az akkori MSZMP központi bizottságának ülését is, ami történelmi tanulság. Szóval most akkor tudom, hogy kicsit erőszakolt meghúzni ezt a vonalat, de akkor kezdjük azzal, hogy 89. január, és akkor már volt egy új márciusi front. Mint a rendszerváltás egyik mérföldköve. Hát igazából itt a szellemi irányzatokat érdemes megnézni. Hát nagyon sokszor mi a különböző pártokról beszélünk, MDF-ről, Fideszről, SDS-ről, de a pártok mögött megjelentek a különböző szellemi irányzatok, és itt látható az, hogy sem a történelmi pártok, mint mondjuk a kisgazdák, sem pedig az újonnan létrejövő pártok olyan szempontból nem voltak teljesen egységesek, hogy ezek mögé beálltak bizonyos szellemi irányzatok, de ezek a szellemi irányzatok egy ideig, vagy akár hosszabb ideig is megtalálták az adott pártban azt, aki képviselni tudja őket. Na, de már most meg akkor szellemi irányzatok, mit tudom én, a jogász fórum, vagy a nem kerekasztal, az is ide tartozik? Itt ezt egy picit szélesebben lehet venni. Kezdjük egyébként az évszázados ellentéttel, népi urbánus ellentét. Igen. Tehát egyrészt ugye mondjuk, hogy a népiek bementek egy idő után az MDF mögé, és kezdtek kihátrálni a kisgazdát, és így az MDF lett a népieknek egyfajta gyűjtőpártja. Igen. Egészen addig, ameddig az MDF irányvonalát elsősorban Bíró Zoltán képviselte. Igen. És aztán bejött Antal a képbe, akiről nagyon sok minden elmondható, nagyon sok erénye volt, viszont nem igazán nevezhető népinek. De nagyon jó humora volt. Sokkal jobb humora volt, mint az egyébként a TV közvetítésekbe lejött, tehát róla vannak egyébként olyan felvételek, amikor ő tudta, mondjuk, hogy ott van a kamera, de tudta, hogy nem megy be a tévébe, és akkor ő neki egyébként nagyon-nagyon jó humora volt, csak ezt nagyon jól tudta titkolni, aki miért politikus szeretett volna lenni. Bocsánat, zárójel bezárva. És akkor ugyanúgy, tehát ugye az SZDSZ mögött is megjelentek például nagyon sok 56-os, hogy ki hogyan gondolkozik 56-ról, tehát azért ott volt egy Göncz Árpád, ott volt egy Vásárhelyi Miklós, de aztán már ekkor a pártá alakulásoknak a küszöbén igazából látszódott az, hogy ezek a személyek nem feltétlenül gondolkoznak mindenbe ugyanúgy, csak egy párt mögébe tudnak állni, és itt van az, hogy például az az SZDSZ, amelyik a leghangosabb antikommunista hangnemet megütötte a rendszerváltás előtti utolsó éve, illetve a rendszerváltás idején. És 1994-ben már koalícióra lépett az MSZP-vel, ami az MSZMP-nek az utódpártja volt, és hát azzal a Hon Gyulával az élen, aki azért az előző Kádár rendszerben akármilyen tisztségeket töltött be, de ugyanúgy az MDF is, tehát az MDF sem volt egységes, mi azért ott is az MDF irányvonalába is belefért egy Csengei Dénes, belefért egy Bíró Zoltán, belefért egy Antal József, és belefért egy Csurka István, és egy jó darabig. Aztán ez is valahol robbant, tehát itt ez a 89-es év, ez is fel lehet osztani részekre, de 89-ben még az látható, és ez akár még 90-re is egy bizonyos szint igaz, hogy ez az összefogás pillanata, amikor a demokratikus ellenzéki erők, mind a pártok, mind a mögöttük húzódó szellemi áramlatok összefognak azért, hogy meg tudják dönteni a kommunista rendszert. Ennek egyébként egy nagyon szép jelképes pillanata, és akkor már elérünk 1990-ben, és túlmegyünk a választáson, eljutunk odaig, hogy összeül az első parlament május 2-án, ami azzal kezdi, hogy 56-ot, vagy hát október 23-át törvénybe iktatják
tartják, mint nemzeti ünnepet. Ott vannak a határon túli magyarok képviselői, ott vannak a történelmi egyházak képviselői, és ezeket a nagyon fontos első szimbolikus törvényeket gyakorlatilag egyhangúan hozza meg a parlament, tehát még egyetértés él abban, hogy a 20. század tragédiáit, illetve ezeket a sarkalatos pontokat, ezeket közösen tudják meghozni. Aztán pedig szétválnak. És hivatalosan is megszületik a magyar himnusz. Mert hogy akkortól számítjuk körülbelül. Na most, hogy aki hallgat minket, nyilván kíváncsi arra, és ezért hozom én mindig vissza a könyvet, hogy, és azért mondtam még a múltkori adásban, hogy nemzetközi események is, mert ugye ide belefér 89-ben az NDK-s menekültek, kiengedése, a határnyitás, a, nem tudom, a pozsonyi buslátogatás, ő is, amikor itt volt. Hát vagy Nagy Imréről már beszéltünk a múltkor is, rehabilitálták, és az újratemetés természetesen, hát az is nagyon fontos volt. És hát erről manapság is azért megjelennek még képek, amikor a Hősök terén Orbán Viktor mondta el a beszédet, és ugye követelte többek között a szovjet csapatok kivonását. Szóval benne van, és jönnek a választások, de hogy még valamit említsek, Bős Nagymaros, hát hatalmas nagy viták voltak, és akkor ugye aztán választások voltak, és kikiáltotta Szűrös Mátyás a köztársaságot. Szóval ez megint egy olyan történelmi pillanatok sorozata, ami, hát hagyd mondjam így négy szem közt, ennélkül a könyv nélkül egészen biztos, hogy nem érthető meg, és hogyha ma mindenki emlékszik arra is, hogy taxisblokád, de egyszerűen nem értik, hogy akkor a, méghozzá a 10-20-30 forintok is mit jelentettek, és ezt csak azért hozom szóba, mert a mindennapi élet is benne van ebben a könyvben, és nem csak a nagy politika. Pont ez a lényeg, hogy benne vannak azok a tétek, vagy azok a folyamatok, amik tényleg a mindennapi életet határozták meg, és amelyre, akik már benne éltek, akár fiatalon is emlékeznek, és amely öröklődik a társadalomba, akár családi emlékekkel, mind a pozitívumok, mind a negatívumok, tehát akár az olyan pillanatok, mint egy március 15-i ünnepség, amikor már több tízezen vagy több százezen voltak, vagy Nagy Imre újratemetése, a már említett ikonikus Orbán beszéddel, a köztársaság kikiáltása, de ezt hozzá kell tenni azt is, hogy a háttérben, és ezek is benne vannak a kötetben, ott vannak azok a folyamatok, amikre néha kevesebb szó esik, de azért nem vélte, hogy Nagy Imre újratemetése előtt már megindultak a nemzeti kerekasztal tárgyalások, pont azért, hogy a végnapjait élő MSZMP is a részese tudjon lenni ezeknek a folyamatoknak. Nem véletlen az sem, hogy 89. október 23-án kikiáltja ki a köztársaságot Szűrös Mátyás, aki ugye az MSZMP-nek az egyik vezető meghatározó politikusa. Tehát ugye a háttérben már látszódik az is, hogy ameddig a társadalom nagy része örül annak, hogy végbe mennek a rendszerváltó folyamatok, mellette maga az állampárt mindent megtesz azért, hogy amennyire csak lehet, át tudja menteni a saját hatalmát, hogy legalizálni tudja saját magát és a saját tetteit azzal, hogy részeseivé válik a folyamatnak, és innentől kezdve érthető meg az is, hogy nem véletlenül mondta Antal József azt, túlak, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni. És itt pedig megint csak visszaérünk a rendszerváltásnak magához a fogalmához, és hogy mennyire kevésbé tisztázott még maga ez is a köztudatba. És itt van az, hogy nagyon sokszor egyébként jogosan előkerül a rendszerváltás kritikájával kapcsolatban az, hogy itt hogyan ment végbe ez a rendszerváltás, és mi az, ami teljesen végbe ment. Ugye az ügynök kérdés mai napig él, a privatizáció kérdése mai napig él, az, hogy ki hogyan mentette át a hatalmat, és ki hogyan vitte tovább, ez is a mai napig nagyon komoly viták részét képezi, és vitatkozni is kell róla. És abszolút nem akarom felmenteni Antal Józsefet, vagy az első kormányzatot, vagy senkit, aki ebben részt vett, mert erről vitatkozni kell, és kritikával kell illetni. De hozzá kell tenni azt is, hogy itt jogállami kereteket kellett kiépíteni itt 89-90-ben, és nagyon sok esetben olyan dolgokat kérünk számon Antalékon, amelyeket jogállami keretek között azért nem lehetett volna végrehajtani, mert itt megint csak bejön Kádárnak az a fajta gonosz zsenialitása, hogy az aki nincsen ellenünk, az velünk van szlogen mentén, a társadalom nagyon nagy részét valamilyen módon függővé tették. Ezt a szlogent egyébként kifordítva használják azóta is nagyon sokszor. Igen. De hát az hiszem már...
visszaöltve Rákosira használható, de azzal, hogy a társadalom szinte minden egyes részét függővé tették valamilyen módon a politikától, vagy magától, az állampártól, a hatalomtól, ezzel valamilyen módon mindenkire rátették a bélyeget, mert hogyha valaki csak egyszerűen egyetemre akart menni, akkor 99%, hogy be kellett lépnie a KISZ-be, tehát valamilyen fajta függősége már volt. Megbeírni a származást. Hasonló dolgok. Tehát rengeteg ilyen apróság van, amit, hogyha Antalék itt egy kvázi teljes rendszerváltást akarnak csinálni, akkor szembe mennek azokkal a jogállamisági elvekkel, amelyeket ők maguk is vallottak, és hogyha megnézzük, hogy ki volt az a 20. századi magyar történelemben, aki egy teljes rendszerváltást tudott csinálni, mert gyakorlatilag a korábbi rendszernek a teljes hivatali működtetési rendszerét mindent lefejezett és újraépített, annak az árán, hogy ezzel magát a tudást is kivonta. Ezt az embert Rákosi Mátyásnak hívják. Igen, igen, igen. Hát ha már Rákosi Mátyást említetted, és a gonosz zsenialitást, szóval akkor, amire már úgy jobban emlékeznek talán az emberek, például a Kádár korszakra, ebből ott is nagyon-nagyon sok mindent meg lehet érteni, de nem véletlenül mondtam én az NDK-sokat és a határnyitást, mert azzal kapcsolatban is még mindig nagyon sok vita van, mert akkor itt mondják a Pikniket, mondják Bocsgait, mondják Horn Gyulát, akkor mondják azt, hogy megegyeztek a szovjet vezetéssel, hogy kiengedjük őket. Szóval azt hiszem, ez is mind a mai napig még képlékeny egy kicsit, nem? Képlékeny is egy jó darab, még az is lesz. Tehát azt el kell tennem, és ezzel nem szeretném a könyvnek az érdemét kisebbíteni. Ez nem egy tudományos szakkönyv, ez egy ismert terjesztő kötet. Hát ez a tehát lényege. Pont az a lényege, hogy a társadalom szélesek körével megismertessük azt, amit tudunk. Ami például a páneurópai piknik hátterét illeti, azt is hozzá kell tenni, hogy hát Horn Gyula tudta, hogy mikor kell lemenni, hogy mikor készülnek róla a jó fotók, igen, hogy ő legyen ott, és ezzel legalizálta saját magát a gyakorlatilag rendszerváltás utáni, igen, évekre, és ezzel érte részben az, hogy újra miniszterelnök lehessen, és ami talán az ő szempontjából még fontosabb, és újra behozzuk a nemzetközi színteret, hogy ezzel sikerült Horn Gyulának legalizálni a saját magát nyugaton, Nyugat-Európában, és ezzel tudta elhitetni azt. A németek nagyon el is ismerték. Ezzel tudta elismertetni magát úgy, mint egy olyan európai baloldali ember, aki valóban az európai baloldali értékeket képviseli politikusként, nem pedig a szovjet típusú diktatúrának a kvázi leszámozottja. Értem. Hát azt hiszem, hogy nehéz lenne summázni mindazt, amit most elmondtál, és amit megbeszéltünk. Én megint csak azt tudom mondani, hogy aki tudja, az tegyen szerte erre a könyvre. Egyébként kapható? Ez egyelőre az intézetünktől szerezhető, meg intézetünktől kapható, de azon dolgozunk, hogy szélesebb körbe is tudjuk terjeszteni, illetve szeretnénk a középiskolák egy jelentős részébe ingyenesen eljutatni, mert a célközönség az nem véletlen a mai fiatalabb korosztály, akik számára ez fontos lehet, egy identitás képző erő lehet maga a rendszerváltás, illetve az, hogy mit gondolnak erről a korszakról, és szeretnénk az ő tudásukat egy kicsit mélyíteni, illetve az ő gondolataikat egy kicsit árnyalni, vagy a fejükben kialakult képet ezzel hozzásegíteni, illetve megint szeretném kiemelni, hogy a könyv alapjául szolgáló kronológia egy tematikus oldalként az intézeti oldalra, a Retörkinek az oldalára is elérhető, és az folyamatosan bővülni is fog. Például ebbe az évben, mivel 2021 56-nak a 65. évfordulója, igen, úgy szeretnénk tematikusan bővíteni, hogy azokat az 56-hoz kötődő eseményeket fogjuk hasonló módon felvinni, és majd tervezzük, hogy hasonló módon kötetébe is megjelenik, amelyek a rendszerváltáshoz is vezettek, tehát mind 56-hoz, mind pedig a rendszerváltáshoz köze van, és ezáltal egy kicsit rendbe rakni 56-ot is. Nagyon szépen köszönöm az elmondottakat, és akkor tessék szíves lenni dolgozni. És köszönöm szépen a lehetőséget, és dolgozunk. És minél előbb várjuk a folytatást ebben az értelemben, és köszönöm. És köszönöm szépen.